Köszöntöm a Hegyvidék Televízió nézőit! A legfrissebb felmérések szerint jelenleg világszerte az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek egyharmada, körülbelül évi 1,3 milliárd tonna kerül kidobásra. Magyarországon becslések szerint évente 400 ezer tonna a lakossági élelmiszer hulladék. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület szemléletformáló programot indított e témában, melynek jelmondata esélyt az ételnek. Mai stúdió vendégünk Térfi Anna, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület ügyvezetője. Köszöntöm a stúdiónkban. Mi ennek a programnak a célja? Tehát a program az 2011-ben indult, és 2012-ben volt így a fő kampány része. Ez egy kommunikációs program, elsősorban a lakosságot szeretnénk megszólítani az élelmiszerfeleslegek és a kidobott élelmiszerek problémájával. Ezért megpróbáltuk felhívni arra a figyelmet, hogy amennyiben erre nyitottság van, akkor célszerű lenne takarékosabban vásárolni, tudatosan intézni a háztartási dolgokat, hogy minél kevesebb élelmiszer landoljon végül a kukában. Mit jelent ez a tudatosság? Miket kell csinálnunk tényleg azért, hogy kevesebb élelmiszer dobjunk ki? Hát tudatosan kell elsősorban már vásárolni menni, utána tudatosan kéne tárolni az élelmiszereket, tervezni előre, hogy mit, mikor, hogyan fogok tudni felhasználni, alkalmazni a mélyhűtés technikáját, és nagyjából ennyi. Semmi ördöngőség nincs benne, csak mégis így a kis titkok azok így a részletekben rejlenek. Az Egyesület 2006-ban alakult. Azóta miket értek el? Mik voltak azok a fontosabb állomások, amikre azt mondhatják, hogy fejlődés volt? Hát a megalakulásunk óta azt tudnám mondani, hogy most közel 20 ezer tonna élelmiszert osztottunk szét ma Magyarországon. Amikor a 20 ezer tonnáról beszélünk, akkor itt elsősorban élelmiszerfeleslegekről van szó, tehát élelmiszermentésről, amik egyébként kukában landoltak volna. És ezt az élelmiszert, ezt évente nagyjából olyan 500 ezer rászoruló az, akihez véghasználóként eljut. Fontos megjegyezni, hogy önök nem magánszemélyeknek juttatják el ezeket az adományokat, hanem civil, karitatív szervezeteknek. Minden évben közel 400 karitatív szervezettel, illetve önkormányzattal és szociális célokat ellátó szervezettel szerződünk le arra az évre, és rajtuk keresztül osztjuk szét az adományokat. Ez számunkra egy olyan biztosíték, hogy mi, mint élelmiszerbank, elsősorban az élelmiszermentéssel foglalkozunk, és nem azzal, hogy megítéljük, hogy valaki rászoruló-e vagy sem, és ezért a szociális hálóra bízzuk ezt a feladatot, és olyan szervezetekkel szerződünk, akiknek ez a fő profilja. Az Élelmiszerbank, mint olyan Amerikából indult el, és utána jutott el Európába. Hogy jött ez létre? Mi a története ennek az Élelmiszerbanknak? Hát a történetét azt inkább arra tudnék mondani részleteket, hogy Magyarországon hogyan jött létre. A 60-as évekből indult egyébként az alapötlet, és ott is egyébként talán azt mondom, hogy a mezőgazdasági szektor volt, ami ráébresztette az embereket, hogy mennyi felesleg kerül kidobásra. Amerikában egyébként Second Harvestnek, második aratásnak is hívják az ottani élelmiszerbankot, mert ugye legtöbbször az történik, hogy learatják a terményt, és akkor visszamaradnak dolgok, és akkor észrevették, hogy nagyon sokszor szegény emberek arra felé mennek, és összegyűjtik azt, ami ugye nem volt valamiért megfelelő. Ez egyébként mai napig így van. Tehát ami milyen minőségi előírásoknak nem megfelel, kisebb, másféle, nem megy át a rostán, az nagyjából ma is ott marad a földeken. És akkor végül is tudatosan törekedtek arra, hogy ezeket a feleslegeket tényleg ne csak ilyen szedett-vedett módon alkalmilag tudják összegyűjteni emberek, hanem hogy kidolgozzanak egy olyan programot, illetve egy olyan szervezetet, aminek az a lényege, hogy élelmiszereket ment meg a kidobástól. Ez az ötlet az Európába is átjött, és Európában megalakult az Európai Élelmiszerbankok Szövetsége, amelynek ma már szinte majdnem minden európai uniós országban van képviselete.
És 2005-ben jött az alapötlet, hogy Magyarországon is el kéne egy ilyen szervezet. Ez teljesen önkéntes alapon jött létre. Egy házas pár az, aki megalapította. Cseh Balázs a mai napig az elnöke, az a fő alapító tagja, és a felesége volt az, aki az ötletadó volt, mert több évet élt Franciaországban, és látta, hogy az élelmiszerbankok ott kint hogyan működnek, és azt gondolták, hogy ez egy nagyon fontos szervezet lenne Magyarországon is. Elhíresedett Magyarországon ez az élelmiszerbank? Ismerik az emberek és a cégek? Azt gondolom, hogy az élelmiszeripari szektorban ismernek minket. A lakosság körében azt hiszem, hogy ez az ismertség azért ez megoszlik. Tehát úgy gondolom, hogy elsősorban, mivel nem direktben kommunikálunk, illetve nagyon kevés az az alkalom, amikor direktben megszólítanánk embereket. És azok, akik rászorulók és kapják az élelmiszert, nem is rajt, tehát hogy nem direktben tőlünk kapják az élelmiszert, hanem egy adott szervezeten keresztül. Ezért azt gondolom, hogy az ismertségünkön még van mit javítani a lakosság körében. És a cégeknél hogy működik ez? Ők keresik meg önöket, vagy önök keresik meg őket, hogy adományozzanak és adják le a felesleges élelmiszert? Szerencsére most már olyan helyzetben vagyunk, hogy legtöbbször minket keresnek meg. Úgyhogy általában kapunk egy telefont, hogy ilyen mennyiségű, ilyen lejáratú élelmiszer lenne, amit átadnának számunkra, és hogy persze minden esetben megkérdezik, hogy vállaljuk-e ennek az átvételét és időben történő kiosztását, és ezt vállaljuk. Milyen mennyiség alatt nem érdemes kimenni, vagy nincs ilyen korlát? Amikor a szállítás költsége az többe kerül, mint maga az élelmiszer, amit megmentenénk, akkor nem. De azért erre is vannak megoldásaink, tehát hogy így a szerződött partnereink közül tudunk mozgósítani, akik esetleg közelebb vannak az élelmiszer forrásához, és akkor nem egy olyan, tehát akkor direktben szállítják el az élelmiszert, nem kerül be az élelmiszerbank raktárába. De természetesen 3 vagy 4 vagy 5 darab az nem feltétlenül az a mennyiség, amiért úgymond megéri elmenni. Átlagosan napi szinten mennyi élelmiszert szoktak összegyűjteni? Hát ez mondjuk így napi szinten nehéz. Éves szinten tudok mondani, mert azt azért figyeljük. A tavalyi évben több mint 6000 tonna élelmiszert mentettünk meg. Átlagosan napi szinten, hát elképzelhető, hogy 600 kilónyi élelmiszer azért megmentődik. De ez naponta változik, tehát hogy felajánlásoktól is függ meg, igazából attól is, hogy épp mennyi mennyiség van. Mit gyűjtenek főként? Alapélelmiszereket vagy készíteleket? A fő profilunk az inkább az alapélelmiszerek, tartós élelmiszerek, és itt nagyon nagy büszkeségünk az, hogy most már friss termékek is a skálán mozognak. Pár tavalyi évben indítottunk egy programot, ahol két nagy forgalmazóval szerződtünk arra, hogy napi szinten elszállítjuk a különböző áruházakban fellépő felesleget, és itt nagyon fontos élelmiszereket kapunk meg, mert húskészítményeket, tejtermékeket egyébként ritkábban szoktak felajánlani nekünk. De készételeken is dolgozunk. Pont tegnap kaptunk egyébként egy e-mailt, megkeresett minket egy hölgy, hogy hát micsoda dolog, hogy mennyi élelmiszer kerül kidobásra, akár piacokon, akár büfékben, akár éttermekben, és hogy ezzel is foglalkozzunk. A jó hír az, hogy ezzel már foglalkozunk. A jogszabályi hátterét már egyébként elrendeztük annak, hogy hogyan lehetne készételeket rászorulókhoz eljuttatni. Most még egyébként szervezés alatt van, hogy a tesztprogramunk ebben az ügyben is beinduljon. És ezt hogy kell elképzelni? Begyűjtik az éttermekből a készételeket, és egyből elviszik azoknak, akiknek szükségük van erre? Vagy természetesen a segélyszervezeteknek? Egyelőre nem biztos, hogy éttermekkel fogunk kezdeni, hanem elképzelhető, hogy inkább vagy hotelekkel, vagy pedig catering szektorral, vagy kicsit jobban kiszámítható, hogy biztos, hogy van megmaradt és nagyobb mennyiségű főtétel, amit el lehetne vinni. És igen, tehát beszereztük a szükséges eszközöket, amik ezeknek az ételeknek a szállításához kell, és keressük azokat a szociális szervezeteket, akik az osztását átvállalnák tőlünk. Tehát, hogy mi elszállítjuk, és akkor ott kéne helyben fogyasztani. Természetesen ez idő
hiányos ez a megoldás, hogy készített adományozzanak, de sok sikert kívánok hozzá. Szerintem. Ami még fontos, hogy honnan fogják tudni azok, akik Magyarországon ma az adományozók nagy része kétségbe esik azon, hogy biztosan eljut-e az adománya annak, akinek szüksége van rá, a rászorulóknak. Ezt hogy tudják biztosítani? Egy elég szigorú ellenőrzési rendszert működtetünk, ami azt jelenti, hogy mindent hivatalos szállítólevélen adunk át, ami ma azért egy ilyen hivatalos dokumentum, illetve azok a szervezetek, akik velünk szerződésben állnak, rászorulóra lebontva számolnak el az étellel, amit átvettek tőlünk. Tehát név, aláírás, cím, és ezt az átadási papírt, ezt ugye megküldik nekünk bizonyos határidőn belül, amit nálunk önkéntesek ellenőriznek, hogy tényleg valóban stimmel-e a kiosztott mennyiség az elszállított mennyiséghez képest, és szúrópróbaszerűen pedig a felügyelőbizottságunk szokott lejárni helyszínekre, hogy tényleg a megadott címen, megadott rászoruló valóban kapott-e ekkor és ekkor élelmiszert. Tehát, hogy ez nekünk az, hogy nyomon követhető legyen az ételek útja, ez nekünk nagyon fontos, ugyanis ez az egyik alapvető biztosítéka annak, hogy a cégek megbíznak bennünk, és átadják az élelmiszereiket, amelyek jelentős értéket képviselnek. Mint civil szervezet, ezért gondolom önöknek is szükségük van önkéntesekre. Őket hogy fogadják? Van-e valamilyen kritérium, hogyha valaki szeretne önkéntes lenni az egyesületnél? Alapkritérium nincsen. Leginkább egyébként a szabad kapacitás az, ami megszabja, hogy ki és hogyan tud önkénteskedni nálunk. Vannak projekteket vívő, állandó feladatokat ellátó önkéntesek a csapatban, vannak adminisztratív, elsősorban adminisztratív feladatokat ellátó önkéntesek, és vannak alkalmi önkéntesek, akik egyes akciókhoz csatlakoznak, és ott segítenek nekünk, mint például egy gyűjtés, vagy egy gyereknapi rendezvénynek így a lebonyolítása. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkája révén három hegyvidéki szervezethez, intézményhez jut el élelmiszeradomány. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!